Sziasztok, a mai videó az kicsit ilyen kütyűs adás lesz, ugyanis tesztelni fogok egy alkoholos főzőt. Egy alkoholos főzőt, amit honnan máshonnan Kínából rendeltem, az AliExpressről, ugyanis ott vannak a legjobb ultralight cuccok. A legolcsóbb ultralight cuccok. Maga a cucc az kb. 7000 forintba került. Különböző felszereltségekben lehet kapni ezt az eszközt. Lehet külön kapni a teteje nélkül is. Én a fullos verziót választottam, hogy megnézzük, hogy mégis mit tud az egész. Szóval, hogy mit tud egészben. Hogyha a tetejét nem vesszük meg, akkor pedig 5500 forint. Na nézzük, mi van a dobozban. A dobozban találunk először is egy ilyen kis zsinort, egy ilyen húrkot, amit a két végénél össze tudunk csavarni. Ezt arra hivatott, hogy a főző tetején lévő kis tartó konzolokat, amikor szétszedjük, akkor össze tudjuk vele húrkolni. Nem tudom, hogy ez mennyire hasznos, én nem hiszem, hogy ezt magammal fogom húrcolni. Szerintem ez felesleges. Ha valaki tudja, hogy mire jó még, akkor írja le kommentben. Alatta vannak ezek a kis tartó cuccok, amiket össze kell ugye egymásba kell szépen illeszteni, és akkor erre fog majd ráülni az edényünk. Az az érdekesség, hogy a végükön van ilyen bemarás, ami olyan, mint egy multiszerszám lenne, tehát gondolom ez arra van, hogy különböző méretű anyákat tudjunk vele meghúzni. Nem tudom, ki mennyire veszi ennek hasznát, de ártani nem árt. Jó, alatta van maga a főző. A főző az, ahogy említettem, két részből áll, van egy alja és van egy teteje. A teteje az szerintem nettó felesleges, mert ugye előmelegítő tálcának nem kell, mert ugye ezt a főzőt ezt szépen középen meg tudjuk gyújtani. Ha rátesszük az alsó részre, akkor nem szorul rá, tehát az alkoholt, azt, ami megmarad, azt úgyis ki kell öntenünk belőle. Úgyhogy ez inkább csak arra való, hogy ha meg akarjuk fékezni a tüzet, akkor legyen mivel, de ezt meg lehet oldani szerintem másképpen is. Nem biztos, hogy kell ez a kis tető, sokat nem árt. Maga a cucc az 88 g cakumpak úgy, ahogy van. Ha levesszük ebből a drót és a tető súlyát, akkor 70 g-os marad. Én a kis szütyőt azt még beleszámoltam, mert az kb. Nulla súlyú. Maga a szerkezet az elég érdekesen néz ki. Tehát van a középső része, ide öntjük bele az alkoholt. Itt vannak bemarások, és ezáltal ugye láthatjuk, hogy mennyi alkoholt öntöttünk bele. Tehát előre ki tudjuk magunknak számolni, kipróbálni, hogy mennyi kell egy adott mennyiségű víz felforralásához. És akkor ebből a középső kis részből kicsi lyukakon keresztül szivárog az alkohol a főzőnek a külső részébe, ahol ugye már ilyen kis pici lyukakon fog kijönni nekünk a lángcsóva. Tehát ez nem csak középen fog égni, hanem ugye van két sornyi kis lyukacska, és azon keresztül is ontani fogja a lángokat. Jó. És akkor nézzük meg, hogy mit is tud a gyakorlatban. Ez még nem számít tartós tesznek, ugyanis még csak egy pár hete van meg. Napja? Nem tudom. Szóval nincs olyan régóta meg. Patkacsák! Látszódott vajon? Király. Szóval próbáltam egy kis tesznek alávetni, hogy mennyi idő alatt forral fel egy adott mennyiségű vizet a kis főzőnk. Ehhez két tesztet csináltam, egyet beltéren és egyet kültéren. Ez a kis rozsdamentes edény, amit én használok, ez egy fél literes cucc, fél liter víz fér bele, és a szélessége, az fontos lesz majd elmondom, hogy miért, ez 93 mm széles. A teszt az úgy folyt, hogy egy ilyen kis mérőhengerben pontosan lemértem, hogy mennyi alkoholt öntök bele a főzőbe, meggyújtottam, és ugye megvártam, amíg teljesen belobban, mert ugye először csak a közepe kezd a légni, és csak egy olyan fél perc után kb. Akkor indul be az egész úgy, ahogy van, tehát akkor lesz hatékony. És akkor feltöltöttem a kis poharamat pontosan fél liter vízzel, szobahőmérséklet volt odabent, és a víz pedig, az hány fokos volt? A víz pedig nem tudom hány fokos volt, de majd a vágóképen látszódni fog. Na, tehát a beltéri tesztben 30 ml alkoholt öntöttem a főzőbe, és mondom az adatokat, tehát fél liter vízünk volt, 30 ml alkohol, és ez szobahőmérsékleten 6 perc, 50 másodperc alatt forralta föl a vízünket, és ehhez pontosan 28 ml alkoholt fogyasztott el a berendezés. A kinti tesztben pedig, ugye többet raktam bele, mert biztos voltam benne, hogy több alkohol fog majd neki kelleni ugyanahhoz a mennyiséghez. Arra figyeltem, hogy ugyanolyan hőmérsékletű vizet tegyek bele, tehát termoszban hoztam ki a vizet, de ugye általában, ha az ember kint ugrázik, akkor valószínűleg a vize is idegebb lesz, úgyhogy
ez se egy pontos adat, ez is csak inkább ilyen viszonyítás, csak hogy lássuk a különbséget. Az a helyzet, hogy nincs rendes szélfogóm, bár ugye itt kb. Nulla szél fújt, de azért próbáltam egy kis alufóliával javítani a helyzeten. Tehát a láng az nem volt olyan stabil, mint odabent. És ez meg is látszott az eredményeken, ugyanis több mint 12 perc kellett neki, még felforralta a fél liter vízünket, és ehhez nem kevesebb, mint 48 milli alkoholt használt el a főző. Hogyha rakunk az egész köré egy frankó szélvédőt, akkor valószínűleg azért ez le fog csökkenni, de szerintem nem fog 10 perc alá menni. Hogy mégis miért van ez? Az a nagy gond, hogy az edényemnek túl kicsi az átmérője. Tehát a lángok azok szépen fölcsapnak a pohár oldalára, tehát így nem annyira hatékony maga a rendszer. Tehát, hogyha ilyen főzőt vesztek, akkor nem árt olyan edényt használni, ami szélesebb. Tehát ugye szélesebb, mint az enyém, ami 93 mm-es. És akkor valószínűleg hatékonyabban fogja melegíteni a vizet. Lehet ugye csinálni maszekban is alkoholos főzőket, amik ugye biztos, hogy hatékonyabbak lesznek, mert azok nyomás alatt működnek, viszont nem tudom, mennyire tartósak. Az biztos, hogy ez nem fog cserben hagyni minket, tehát ezt lehet ütni, vágni. Elég masszív szerkezet. Mit kell még elmondani? Megéri-e megvenni ezt a kis főzőt ennyi pénzért? Hát nem tudom. Nem tudok még nagyon állást foglalni. Nem volt még ugye hosszú távú teszt. Ezzel az edénnyel, ami nekem van, nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Azért ez a 10 perc az nagyon sok idő, hogyha kín van az ember. De hogyha ráérünk, akkor megvárhatjuk. Csak az meg ugye a másik, hogyha például több napra megyünk, akkor egy főzésre elmegy 50 ml alkoholunk, akkor ha akarunk kétszer-háromszor főzni, akkor már el kell vinni 150 ml-t, és az már megint plusz súly, tehát hiába spóroltunk magán a főzőn, az alkoholban vissza fog jönni a plusz súly. Tömeg. Igen, tudom, tömeg, de mindig súlyt fogok mondani, ugyanúgy, mint ahogy a hátizsákra is mindig táskát mondok. Úgyhogy érdekes kis cucc, jó volt kipróbálni, majd remélem tudom most már tesztelni odakint is élesben, rendes túra körülmények között. Nagyjából ennyi, oké. Majd lesz egy olyan videó is, ahol össze fogom hasonlítani ezt a főzőt és kettő gázfőzőt. Az már lehet, hogy kicsit érdekesebb lesz. Köszi, hogy megnéztétek, jó túrázást! Na, szevasztok! Az a helyzet, hogy a stúdiómat elmosta a körös. Ott szeretek lent videózni. Hát mindegy, kicsit feljebb kellett költözni. Amúgy brutál szép idő van így. Na jó, szevasztok!